Jó. Ide jövünk, innen szépen be tudunk röppenni. Úgyhogy szatellitpusztítás és hekkelés következik, hogy információt szerezzünk az ellenségről, mert hogy nem nagyon tudunk róla semmit, úgyhogy ezért ez az első lépés. Hola, honis, Gilberto. Hey. I'm still in shock. El tigre no run in one day. Ki az a Gilberto? Emlékeznem kéne? Pinga. I'm going to kill Castillo and McKay. Ojo por ojo. Ojo por ojo. Exactly. Now, I didn't call to check on your revenge meter. It's pretty fucking high. I'm sure it is, honey. I wanted you to know that I'm set up at La Moral's new HQ at Cardoso Mill. Come say hello when you can. You got it, Gilberto. Oh, and another thing, since we don't need a doorman anymore, Alfredo is looking for some adventure. You think Libertad could use him? Mm-hmm. Sure thing. Send him to Benito. He could always use the help. Ez a La Moralnak az egyik csávója, de szerintem neki nem csináltunk küldetést, vagy nem nagyon emlékszem. De az lényeg, hogy elmondta, hogy hol van az új bázisuk. Mondjuk pont nem vágom, hogy hol van az új bázisuk. Mindenesetre átköltöztek, az a lényeg. Na, szakszerű pusztítás, nem is kell megöljem az őröket. Egy. Így kell. Hatékonyan, csendesen az égből érkezve. Szerintetek honnan ugrom ki ilyenkor? Erről nem beszéltünk, pedig az egész játékban használjuk a mechanikát. Tehát, hogy a gerilláknak vannak ilyen kopterei? Tehát, hogy folyamatosan egy helikopterrel fölvisznek? Elég jó infrastruktúránk van akkor. Vajon ki szponzorál minket? Lehet, hogy az oroszok. Ha már a másik oldalt az amcsik, nem? Ja, egy gólya visz, az is lehet. Lehet, hogy a gólya visz. Meghoz. Ugly building or an ugly business. Yelena, I'm at McKay's building. The place is filled with Castillo loyalists. Mm-hmm. How you handle those people is up to you. You might be able to do this and not be noticed. Hey, sometimes it's good to be noticed. Gilberto says part of the building is being renovated, so if you see construction, chances are there'll be less people. Mm-hmm. Thanks for the tip. Azt mondta, hogy lopakodhatok, ha akarok. A lényeg, hogy a szarvert föl kell törni. Csak jó kérdés, hogy az hol van. Meg hogy építés alatt áll a cucc. Buenas noches. Ezt nem volt új jó rálátásom a bázisra. Kicsit rögtönözni kell. Azért a lootot visszük. Meg kell találjuk a szerver szobát. Milyen szép festménye van magára. Hopp, ott egy kulcs. Pipeline keycard. Meg várjatok, ott még van egy láda. Bár inkább ez egy pici doboz. Az meg. Szerintem meghallották a lövéseket, úgyhogy ennyit erről. Köszi. Ez szervernek néz ki. Igen csak. Aha, van az első, meg a másodikon is kell hackkelni. Na most ez melyik? Ez a második. Jó, itt az elsőn is kell hackkelni. Írjadóztattatok, hát... Az... Find anything? Let's just say no one told McKay to clear his browser history. Hold on. Nem törölte ki az előzményeit. And the building. What good will that do me? I skipped computer class. Hova futnak? Checking. Danny, I have the office schedule. Says McKay might be meeting people there today. I'm crossing my fingers. Hogy elvileg az van a fájlokban, hogy ide fog jönni a csávó. Azt mondta a rádión a csaj. Don't get too far away from the paquete. It's connecting most... through your phone. Okay. Próbálok nem túl messzire menni a gépektől. Újra kell indítani? Aha.
Most meg följönnek. Akarod onnan a számítógéptől? Az anyád úristen. Nézzek, de hova szalad szerintetek? Nagyon lelkesek. Csorizó ég, de őt nem zavarja. Halljál el, köszönöm. Csöppet én is égek, engem jobban zavar. Parancsolj. Szép munka, Csori. Hopp. Az anyádat, ne nyúkáljatok már a számítógépemhez. De mitől gyulladtam ki? Kurvára megijedtem most. Számítógépemet béké hagyod. Jó. Egyik gép megvan. Csorizóval lejátszanak nagyon a katonák, azt kell, hogy mondjam. Jó, most már csak ez van hátra. Unique weapon-e ez, amit használok? A pisztoly, Kristóf? Nem. Most egy unique weapon-öm se van, mert... Ha felfejleszted a simákat, akkor jobbak, mint a unique-ok. És ezek már fel vannak fejlesztve, úgyhogy ezeket jobbnak találtam. Úgyhogy ez egy motolt autópisztoly. Jó. Can you lock out the soldados when I'm in there? You got it, Danny. Menjünk a nagy kompúterre. Egy unique weaponom sem van. Hát így szoktuk mondani. Errefelé. Oda nézzetek. Ú de hacker. Connectado. Hello. How's it going there, backpack? How do you think, you Yankee asshole? Well, Canadian asshole, actually. We're like Americans, except we say sorry as we slide the knife in. Kanadai, nem is amerikai. You killed my friends. I'm here to pay you back. Mm. Gotcha. Now, when they died, did their brains leak through their ears and the nose? No, no, you know what? No spoilers. I'll check the footage once I put my little idiot to bed. Hey, primo job on Benitez, by the way. You did me a solid there. I was having this meeting with Castillo, and I saw the video of you animals hanging her. I mean, it's right here. It's on my phone, man. He was really ticked off. Good. You're next. Well, let's look at the facts. Your country's 7 years behind the rest of us. If you just let Castillo and me do our thing, you people would go from third world to first, like that. You people. I can feel the love. Jesus, Murphy, don't you get it? You're not my first gorilla. Yara's not my first shithole. This isn't personal, it's just your turn. So you just hang tight, because I've got some real fun hombres heading your way. Sounds fun. What is that? What I need to destroy everything with your name on it. Security breach. See you soon, McKay. You fucking jerk off! Megpróbált a csávó üzletelni velünk, hogy hagyjuk békén. Megpróbálta kibeszélni magát. De rábaszott, mert feltörtük a szervereit. Nekem most viszont le kell lépni innen a gecibe. Rám küldött egy adag katonát. Danny, I've got the intel. Now get out of there. I'm moving. Nem volt nehéz lelépés. But hey, I got more intel on McKay and Castillo's poison operation. What's our next move? According to his files, the pipe network and the plant are a big deal. McKay put most of his security on them. Ha, let's fuck them up. Which one first? Up to you. Rendezvous with me at Valera Lumberyard. Or Lucky Mama at Cardoso Mill. Jó. Vagy vele, vagy Lucky Mamával kell folytassuk tovább. Tulajdonképpen az infrastruktúrát kell tönkretennünk. A fájlokból kiderült, hogy hogyan bonyolítják itt az egész rággyógyszer logisztikát. Úgyhogy igazából mindegy, hogy melyikkel kezdjünk, a közelebbit. Közelebbit kitargetáltam. 400 méter, úgyhogy elparkúrozunk oda. Yelena! Should I take out the rest of the jammers?
Yes. The more you fuck with them, the faster my download speed will be. Faster download means more TV shows you can stream. Chabda. No. A faster download means I can better help you with any operations where hacking is needed. Okay. And I can stream more TV shows. I knew it. I'll see what I can do about taking out the rest of the jammers. Ajaj. Na, ki lehet itt a, iktatni a többi ilyen jeladót? Úgyhogy akkor már elmentem. Nem konkretizálta a telefonon, hogy miért lesz az jó nekem. A hekkelések gyorsabbak lesznek. Úgyhogy akkor már kiiktattam. Kéne hívjak egy autót, hogy újra töltsek. De most így, hogy már nem kell modolni, meg semmit, csak pörgetjük a sztorit, eléggé kifogyunk. Na. Hey, thanks. Hey, Danny. Over here. Hello? According to McKay's files, one of the old refineries has engineers working overtime on something called PG240X. PG240 is the poison they spray on tobacco leaves in the West to make viviro. Mm-hmm. My guess is that PG240X is what they dropped on us at the hotel. Oh. So we are going to fuck up McKay's operation by destroying that old refinery from the inside. I sent Lucky Mama and a small team to secure the perimeter. They are waiting for you. Once you get inside the place, talk me through what you see. We'll figure out how to get it offline. Szóval a kód neve a piros gyógyszernek, amit nem is gyógyszernek, gáznak, amit belefecskendeznek a gyógyszerbe, ugye, amiről az előző zónában a nővel, amikor a nő előadást tartott, tanultunk, az a PG240, és van egy PG240X, ami valószínűleg ennek a vegyi fegyver változata, amit ránk dobtak a hotelnél. Tehát bombát akarnak valószínűleg, fegyvert akarnak csinálni az amerikaiak a rákgyógyszerből. Mi meglepő. És a lényeg, hogy van egy hely, ahol ezen dolgoznak, azt kell felszabadítani. Szóval megnyírbáljuk itt ezt a vegyi fegyverkészletet. What the fuck? Jó, 500 méter. Mókusruha? Nem. Megpróbálunk innen mókusruházni. Azaz. Nem érte meg, mert túl sokat veszítettünk magasságba. Gyalog gyorsabb vagyok. Aha. Ez valami finomító. Rajta is van a csávó neve. Hát gondolom, mit csinálnak vegyi fegyvert a gyógyszerből. Fucking stinks here. Jó, felmegyünk a toronyba, azt kukizunk egyet. Mi a szituáció? Aztán be kell törjünk. Ja, várja, ja, hogy ezt már elfoglaltuk? Ja, hát várja, hát én már csak így be kell sétálja. Jó, mehet. Á, ezt már szeretem. Ó, oh, hello, hello. Hoppá, Elena, az velem van. A lot of missiles and boxes. Anything else? Yeah, they're all marked as PG-240X. Aha. Mondom, itt ilyen raketták, meg minden van. Nem jó. De, most jó. Meg kéne üljük az összes katonát. Vagy hagyjam őket itt háborúzni. Azonban én nem ölöm meg a katonákat, akkor itt ilyen halálos káosz lesz végig. Még itt van valaki. Inkább megölném, hogy ne legyen folyamatosan ordibálás a fülembe. Mondom én, hogy vegyi fegyvert készítenek, fix. Ott van Enrique Iglesias. What the fuck is that? Elena! I'm here, Danny. You were right. It looks like this is where McKay's people are making the chemical weapons, the bombs. Pinga! We have to fuck this shit up now. Ez mondjuk elég robbanás veszélyes. On it, Yelena.
Látnám, honnan lőne. Jó, töltsük le az adatokat. It's connected. Give me a minute. I'm scanning for exploits. Pinga. Szerintem riadóztattak. All they had to do was run Windows update. I thought I needed a zero day. Can I go? No, Danny, you got some dials heading your way. Don't let them fuck with the connection. Stubborn motherfuckers. Hey, backpack. You really want to do the martyr thing just to stop one part of my business? I'll rebuild. And by the way, you're causing a huge environmental disaster. I thought you kids loved the environment. You're all gonna die. I mean, why did you volunteer for this? It's got suicide mission written all over it. Hogy szalad? Láttátok, hogy szalad? Milyen fürge léptű volt? Miért hátrafele jönnek le a lépcsőn? Végre jól működik a turret. Ezt hogy robbantottak mögöttem? Az. Danny, find the manual override switch and pull it. Blinking green light. Then I go. Yeah. Lekapcs. Get out. I'm stuck. Hogy jussak ki? In the control room. The building is filling with that poison. Fuck. I save you, I lose 20-30 of us minimum. I can't. Ez gond. Find a way out, Danny. Aha. Kijutok, biztos nem halok meg. Gondolkozz, ne szállj, nem tudok mozogni. Gondolkozz, ne szállj, Here! Ú, várja, megjöttek a tetyáim. Robbancst, azaz. Ó, megjött Lucky Mama. Az öreg asszony csinált kiutat. Ez az, mehetünk. Kicsit haldoklom, mama, de... Ajaj. Aha, na, ez itt van. Akkor kijutok gyalog! Azt a... Oh, man, I thought you were dead. This shit has been really entertaining to watch. Seriously. Now, if you don't mind, I'm gonna call out my boy Anton for more soldados because you gorilla are really starting to... Mi? Nem is arra nyomtam! Elugrott oldalra, beszarok. Na, még egyszer. Nyomtam előre az ugrást és elugrott oldalra. Aha, az... Úgy. Helikopter, meg a faszom. Aha. Intézem, nyugi. Jó. Hú, anyám! Kezdi a játék felpörgetni a tétet. Azt a rohadt. Miért volt, miért van rajtam egy ejtőernyő, azt valaki elmondja? Így nem csoda, hogy észrevesznek mindenhol. Ez a titka mindennek, hogy mindent értek. Így mondjuk... Jó lesz közlekedni, aha. Mondom, ez a mai stream, ez őskáosz, bazd meg. Tehát ezt így nem lehet. Tehát két órán keresztül őskáosz. I'm out! Danny? I want you to know I had no idea the factory would blow up. And I couldn't risk that many of my guerrillas. You did what you had to. If it ever comes down to sacrificing one versus many... If it makes you feel any better, Clara would have done the same thing. You're more alike than you think. Moving the fuck on. How about the fact that we just completely destroyed Castillo's ability to make chemical weapons? This is a huge blow to the regime. Yes. So they can't make any more of the bombs they dropped on us at the hotel. All that's left is what was made before. Always another target. If you don't mind, I'm gonna just enjoy breathing for a minute.
Hát jó. Akkor ez megvan, és akkor jön a másik része a missziónak. Lucky Mamával. Kombatban vagyok, azt mondja a videójáték. Természetesen ez nem így van, de hát... Tulajdonképpen a hátamon sincsen egy... Zé. Egy tövernyő, az izé, amit ki akarok fejezni a számmal. Ja. Na. Felszabadítjuk azt a bázist, ami útba esik. Meg hogy legyen egy kis fellélegzés ezekből az őrült missziókból, amiket ma átélünk. Szerintetek arra a piros-fehér oszlop tetejére le tudok szállni? Ja nem, mert az egy kémény. Lara, I just found a major factory in El Este. I don't know what's happening there, but the smell is burning my nose hairs. Sounds like one of the government's acid plants. Go from making poison and a convenient place to make outcasts disappear. Danny, see if the soldados are holding any hostages there. Tugi, minden rendben van? Bulletproof alarm. I'm good. Aha, ez necces volt. Cookie? Mindig azzal baszom el, hogy itt fölmásznak a létrákon. Ott szemben láttam őket. Fúzs bele! Oda fúzs bele! Nem futsz bele? De mindjárt belefutnak a hülyék. Poison gas! Azt kapta a gázt. Hoppá, potétó. Meghalt? Meghalt? El tudok lőni odáig? Aha. Hova mész, hülye gyerek? Gyere már vissza! Nem fogsz riadóztatni, felejtsd el, szoszikám! Ez az. Szép munka! Honnan van náluk ennyi ruhaanyag? Kék színű ruhaanyag, hogy mindenhova tudnak csinálni ilyen... kitűzőket. Molinókat. Jó. Bázist elfoglaltuk, hogy könnyebb legyen beugrandozni. Bár itt még anti-aircraft van valahol. Itt még nem fogunk tudni ugrandozni. What do you know? Do you know about the reservoir nearby? The soldados are planning to rename it for Castillo. They've been forcing the supervisor there to store their weapons and supplies for them. You should swing by if you can. Thank you. Jó. Gunpowdert vittük. Na, kis lúrt, vegyed föl, Dani, ne legyél spúr. Fasza. Nem tudunk berepülni, úgyhogy akkor innen repülünk be, és akkor csináljuk a fő missziót. Kituriszták a Nessajos kék nyilvános mörcsöket? Na, de beszéltek itt butaságot. Beféltek itt butaságot. Jó. Remélem majd azért kapunk intelt arról, hogy hol vannak a légvédelmi ágyuk. Könnyebben tudjunk mozogni ezen a zónán belül is.
esetre egyelőre ide el tudunk ugrani kényelmesen. Milyen szép gát van itt. Most nézem. Gát véd el. Második próbálkozás a kémény landolással. Nem, mert most nincs értelme, mert oda kell menjek. Kiváló. Egyszer hibátlan leérkezés. Vigyázz, jövök. Now. Csókolom. When I was a girl, the air here used to smell like the ocean. The ocean. But the foreign corporations came, poisoned everything. Back in 67, we kicked them out. Mm-hmm. For decades, you could breathe the air. Then Espinosa started to sell off our industries. Then Anton took over. He opened the door for that Yankee McKay. His operation produces the poison needed to make Viviro. And the pipeline here is a vital part of that cancer treatment. Mm-hmm. Lorenzo showed me the photographs you took of their research. Disgusting. Lorenzo, so Elena and I came up with a plan to cripple production of Castillo's wonder drug. Think of that Yankee's main chemical plant like a heart. And all these pipes are like arteries. Cut the arteries. And the heart goes into a catastrophic state. Jó, a csőrendszert kell elpusztítsuk. This is a big mission. Amin keresztül szállítják a mérgező anyagokat. Hát gondolom ez a csőrendszer, amit itt láttok. Kaptunk fotográfiát. Aha, amikor a nap rásüt a jelzőre, az nem segít. És ezeket a gócpontokat kell elpusztítanunk? Mhm. Jó, hát mehet. I need to fill the pipeline runs along the rad, a cove, I can hit switches, walls or big SPG yellow tanks. Jó, tehát ott tankokat is eltom. Hát lehet, hogy ehhez nagyobb kaliberre lesz szükség. Danny, find the control panels. Mondom, nagyobb kaliber. You can overload the poison silos from there. Or I could just shoot them. Being a guerrilla is about precision. Aha, sok kell neki. Mennyi elég neki? Aha. Okay, first up station down. Ne vallunk. You know, I used to watch El Tigre's back when he was in the field. Well, I'm glad you're watching mine. Jó, hát akkor itt követjük a csöveket és pusztítjuk a pumpáló állomásokat. Did El Tigre ever tell you about Lobo? A little. Said he was killed in combat. Why? You remind me of him. Clara is the politician. But you are... Remélem, jó fele megyek. I guess. True guerrilla. Like Lobo, the lone wolf. I don't like worrying about others. Slows me down. But when the lone wolf makes the big kill, he doesn't like to share the spoils. Be careful, Danny. Why are you telling me this? Hello? Hello? Pinga. Micsoda figyelmeztető bölcs tanásokkal látott el minket a mammer egyébként, tök cuki. Jó, megjöttünk a második zónához. Hey, watch yourself, Danny. A tank a túloldalon van, ha jól látom. Most nem akarok nagyon faszalogni, mert... Lootot elvisszük, a fő lootot. Kartályt kell fölrobbantani. Úgy. Mehetünk tovább. Another artery cut. Now keep cutting. Minek húzzam az időt? I should have been a surgeon. I wouldn't go that far. Jöttem, láttam, pukkantottam. Ez gyakorlatilag a mindennapi szövegem, amikor belépek a nappalibe. Nem, nyugi. I was wrong about you. No need to apologize. I've just seen enough blood to last 3 lifetimes. And enough guerrillas who enjoyed spilling it. When you showed up, you had trouble written all over you. But El Tigre, he always knew a true guerrilla at first glance. He told me if anyone could save Yara, it was you. Just thought you should know. Libertad could use you, Lucky. Clara could learn a lot from you. You
up, Danny. I fight for Yara. No one else. Good job. Van még? Just one to go, Danny. Aha, még egy van. A copy. Mama közben arról mesél, Danny, hogy ugye eleinte nem kedvelt minket. Ke? De most már hisz benni. De pinga. Hogy mi? Back in 67, they led the final attack together. What? But Lobo wanted Yara all for himself. Once they took Esperanza, his plan was to take down Santos. Lobo would have undone everything we fought for. Instead of peace, he would have started a civil war. Ha. Lobo was a traitor, Danny. He left El Tigre no choice. A secret no Yaran can ever know. Why are you telling me this? Because you remind me of Lobo. You might be a hero now. You might think you would never betray Yara. But once you're on the throne, it will change you. I have no desire to rule Yara, Lucky. Just know that if I must, I won't hesitate to pull that trigger. Kedves. Just like El Tigre. He was the real legend of 67. And he never forgave himself for it. Elmesélte a Mammer, hogy a legendák vezetője elárulta őket, és El Tigre ölte meg. Akiről eddig azt mesélték, hogy mennyire ráemlékeztetjük őket. Úgyhogy ez egy kicsit kinyírta a hangulatot. A történelem ismét ligye önmagát, ez a kérdés. Lesz-e árulás megint? Na, robbanj már! Ja, ott hagytam az előzőbe is a ládát, mert főleg gunpowdert kapunk. I've accessed their system, and thanks to you overloading the base and pressure at the plant, I can now do this. Do what, Yelena? Robbanni fog. Holy shit! Lucky, did you hear that? All of Yara heard that. Time for phase two. Get to the mi plant. Ez? Just follow the smoke. Valamit fölrobbantod? Ez hülye. Mondom, fölrobbantotta azt az teljes állomást, amit leállítottunk az előbb? Látjátok, fordítva kellett volna csinálni a két küldetést. Vagy nem innen jöttünk? Nem, nem innen jöttünk. Ez nem ugyanaz. Don't like the look of this place. Vagy ugyanaz? Lucky, I'm at the plant. Nem, nem ugyanaz. Everyone's shitting themselves. Thanks to you. Engineers are trying to repair the chemical basins. Find the control room, Danny. Yelena's waiting to be patched into the computers. Once we have access. Heart attack. Got it. There's an engineer. Jó. Hozzá kell férjünk a központi számítógéphez. Ugodjatok meg, drágáim. All hands! Stop those bases from overloading again! If they blow twice, we're fucked! Jó van, nyugalom. Gondolom az a központi épület, ami villog. Aha. Egy kis hekkelés. Yelena, Danny, I've plugged you in. Time to do your thing. Muy bien. Let's melt this fucker. Ott azok messze vannak. Még kukizok, hogy látok embert. Szerintem alattam is vannak. Még. Ezt most egész észrevétlenül megoldottuk. Yelena! Any chance you can hurry things up? Hacking's an art, Danny. Don't rush me. Á, fogalmuk sincs, teljesen jó. Mm-mm.
Ott egy fiatalember. Most már nincs ott. Jó. We're in. Now, each basin has an overflow control switch. Flip the switches and... And kaboom. Yeah. Kaboom. But there's going to be some time between flipping and kabooming. So make sure no one gets their hands on those switches. Jó, föl kell robbantsuk az összes... kis fincsi kifőzdét itt. Drop! Shit! A picsába! Csak észrevettek. Warning! Critical pressure levels detected. Várjál, gránát, nem jó! Nem látok magamtól! Vedd már elő azt a fegyvert, na végre! De az egyes számot nyomogatom a kurva billentyűzet! Pukkan már! Vagy egyszerre kell pukkantsam az összeset? Szóval azt mondta, hogy nem szabad, hogy más hozzáférjen. Nem egyszerre kell. Lehet, hogy bekapcsom az összeset, mert elég lassan robbannak. Music to my ears. This is Senior McKay, who's the fucking manager here? Call me pronto, I need to know what the hell's going on. Call me pronto. Warning, critical... Kaktusz, én a Vodon nézem a sorozatot, az a kérdésem, hogy miért van az, hogy a 24. rész hirtelen ér véget, a 25. pedig új streamként indul. Kaktusz, milyen választ vársz erre? Hiányoltál valamit a két stream között? Az a baj, hogy ott nem köszöntem el? Elköszönjek most neked? Maradt ki bármi a történetből? A 24. végén és abban, ahogy a 25. elején beköszönök? Észrevettél diszonanciát a dologban? Vagy úgy indul a 25., hogy szevasztok, onnan folytatjuk, ahol a 24-et abba hagytuk. Csak kérdezem? Nem vagyok ideges. Egyáltalán. Ez a mai stream csodásan működik, szívesen beszélgetek még ilyen hülyeségekről veled. Nem, amúgy teljesen normálisan megkérdezted, Kaktusz. Bocsánat, semmi gond. Nem volt, csak ott technikai gond volt a streammel, de nem maradt ki semmi amúgy belőle. Elnézést, srácok, sok ez a nap, nem a ti hibátok, az enyém. De nem maradt ki semmi a vodokból, csak ott el lett vágva, mert technikailag szar volt ott az a stream. De csak az elköszönés lett kivágva gyakorlatilag. Eddig se voltam egyedül. És melyik nem robbant föl, basszus? Most 3-4 vagyunk, tehát valamelyik az nem kabummol. Hát de melyiken, bazd meg? Manda pinga esto, ezt mondtam én is. Az utolsón? Hát eddig itt voltam. Kapta. Az Isten itt. Ez már... Az anyát a híres picsku mádre. Még egy helikoptert is küldjél, tényleg! Semmi gond, Kaktusz, nem szúrtál ideget. Ez a stream szúr ideget. Nem te. Minden okés. Meg vagyunk. Okay,
Danny. We're almost done. You destroyed that massive pipeline, but something called the toxic ultrafiltration downstream osmometer is at the head of it. The toxi... ¿Qué pinga es eso? It's in the warehouse. I unlocked it for Lucky. She should be there already. Headed there now. El kell pusztítanunk a Toxiflow Reactant Ultrafiltration Downstown Omnimométert, jó? Jó van, mama! Mit kell pusztítani? Mutassa gyorsan! Mi a fasz? Azt? Mit nyomjak meg? 80 ezeren vannak, mama, ne álljon meg az a rohadt életbe! Azaz, megy le a HP-ja. Na várjál, hát kifüstölöm. Gondolom van ennek egy kreatívabb módja, mint ahogy most csinálom. Mondjuk így is fasza. Ja, ott vannak ilyen, aha. Vannak ott ilyen elszorító cuccok, csöveket, nyomás alatt tartó baszok, azokat kell, jó? Jó, mind meghalunk, de addig legalább jó lesz a buli. Nagyon mérges a bácsi. Felrobbant! Ouch! Just you wait, backpack! Say adios to the rest of your life! Mehetünk! Nagyon mérges a Zamcsi bácsi, aki kanadai. Azt a kurva hányan vannak! Én leléptem, mama! Danny, you did it! I'm proud of you! Szerintetek Lucky mama túlélte? We have destroyed the only place on this island where they produce the poison they spray on the tobacco fields in the west. After they use up the poison... No more wonder drug. Danny, you're not going to believe it, but before we hit McKay at the port, I got a special request from Clara, and she's got a point. Didn't see that coming. We have an opportunity to do something bigger. Again? If we destroy Castillo's oil reserves in El Este right now, it will choke his army of fuel across the island. Mm-hmm. I like the sound of that. Go hit the big red tanks all over La Jolla. Our guerrillas will help you. I sent them pics of what to target. Gracias, comadre. Jó, sikeres volt itt a teljes háttérinfluencia megsemmisítése, mint olyan. A logisztikát kinyírtuk, most pedig el kell pusztítani az olajtartalékokat, úgyhogy tartályrobbangatás következik. Hölgyek, urak! A Lucky mamával nem tudom, mi történt, de olyan gyorsan mentünk be és ki, hogy most már ezekben a missziókban annyi enemi van, az elején megpróbálok lopakodni, szépen leírtjuk őket, aztán jön 8000 erősítés, és igazából sokkal jobb, hogyha bemegyek és gyorsan elintézem a cuccot, aztán kijövök. Mindegy, csak valami robbanjon, igen. Jó, ezeket a tartályokat kéne meg purasztani. Aha, ezt pont így terveztem. Danny, people are shooting at the big fuel tanks near you. I copy. Jó, és ezt így hogy? Ja, jó, akkor így. This is my last pitch to get you to buy into Castillo's plan, okay? Look, life in this country is hard now. It's an angry place. Death's all over. People are suffering. Everyone's dirt poor. Everyone's making hard life or death choices. What if I told you this island could be better? Are you reading one of Castillo's speeches? No, próbál minket meggyőzni, hogy álljunk le. Life. They left one country to go to another and made something of themselves. They passed that wealth on to the next generation. My parents, they built up. Jaj, bocs, úsztam, leraktam a telefon, ne haragudjál. Próbál minket a csávó meggyőzni, hogy jobb hely lenne ez a sziget, hogyha hagynánk, hogy felvirágozzon a befektetők pénze által.
De hát nyilván pont szarok rá, hogy mit mond. Viszont le kéne essünk itt a workbenchhez. Ne aggódj, ne aggódj! Mondtam, hogy ne aggódj. Got some intel you could use. What's up? Danny, a deserter gave us the location of a new anti-aircraft site. Marking it on your map. Köszi. Gracias, gracias. Gracias, muchachos. Szóval kell nekünk egy workbench, hogy újra töltsem a fegyvereket. Ezt akartam kinyögni magamból, csak nem annyira tudok már beszélni a számmal. Újra töltöttem? Aha. Jó. Igen, több lenne a Nike papucsgyár, megérni. Ui! Ui! Jó, itt ahogy nézem, itt kettő viszonylag egymás mellett van. Akkor szépen gyorsan kipukkantjuk. Hogy nézem, itt már ostromolják ezeket is a kis társaink. De ez egyébként nagyon tetszik a missziókban, hogy itt már nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy a többi gerilla is akciózik. Nem oda céloztam már, bocsánat. Na, mindjárt jobb. Pitch to get you to buy into Castillo's plan, okay? Life in this country is hard now. Csak odalő. It's an angry place. Death's all over. People are suffering. Everyone's dirt poor. Everyone's making hard life or death choices. What if I told you this island could be better? Are you reading one of Castillo's speeches? No, I'm serious. My great-grandparents had a brutal life. They left one country to go to another and made something of themselves. They passed that wealth on to the next generation. Hát parents, they built it, they gave it to az me. Meg. So you want me to move? Well, that would solve my immediate problems, but no, no. Nem tudom végighallgatni a csávónak a rádió hívását, sajnálom. Well, that would solve my immediate problems, but no, no. You can stay in Yara, but Castillo wants a change here. He does, I talk to him every day. He wants it as fast as you do. Sometimes it is better to swim with the current than to go against it. So I should just accept the arrests, the outcast system, the executions? Every modern country in the history of the world has dark days. Only difference now is that everybody can film it and stream it and try to get the world pissed off about it. Even in my country, Canada, go look up what they did to the indigenous folks and the fracking Jesus Murphy. But hey, nobody is perfect. Talk all you want. You are nothing but a fucking invader. Any? Ah, keep trying to be a badass. See where that gets you a couple generations from now. Think about what I said. Danny, the assault on the port is starting. It's time to put a fucking end to McKay's invasion on our island. Let's make that Yankee pay for what he did to us. And end Castillo's rule over El Este. Kurva jól néznek ki ezek az ostromok. Danny, forget about the rest of the oil tanks and get to the port. Ya voy. Ya voy. Pukkantom. Nem akar pukkanni, szivárogni jobban szeret.